Tambura szó és csábító illatok hívogatták az érdeklődőket Kozár Mislenybe március utolsó szombatján. A sátorba érve szépen megterített asztalok, különleges horvát ételek, italok és népviseletek kavalkádja fogadta azokat, akik a horvát zenei és gasztro találkozóra érkeztek. Az első alkalommal megrendezett fesztiválon nem csak az ételeket, hanem a terítést és a népviseletet is díjazta a zsűri. Én már nagyon-nagyon sok hasonló rendezvényt vittem végbe, vagy szerveztem meg, de ez most egy nagyon komoly háttérrel az összes magyarországi horvát önkormányzatot megkeresve indítottuk el. Az a lényege, hogy itt gyakorlatilag egy órától egy gasztronómiai feladatokat kell, hogy ellássanak. Kolbász kell tölteni, vadhúsból vadisznó pörköltet kell összeállítani, mind a mellett teríteni kellett és kínálni a vendégeknek, és pálinkát is versenyeztettünk, illetve nagyon fontos volt az, hogy ha itt vannak már, akkor hozzák a környéknek, vagy a falujuknak a népviseletét. Nyilván itt arról kell beszélni, hogy a környéknek a népviselete kicsit hasonló is lehet, de azt örömmel vártam és veszem, hogy fiúk, lányok is beöltöztek, sőt nagyon sok fiatal, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a fogadtatás, 18 csapat versenyez, ez azért nem egy rossz teljesítmény. A Kozár Mislenyhez közeli olaszon horvátok és németek is szép számban élnek. A horvát nemzetiségi önkormányzat a szederkényiekkel közösen készült a találkozóra. Az olaszi horvát önkormányzat az 11 néhány éve működik az én vezetésem alatt. Azóta nagyon sokat járunk külföldre, van testvérkapcsolatunk Horvátországban, akinek a főnökasszonya most itt van, itt ül az asztalunknál, és sok helyre kirándulunk, anyaországba, hazai dolgokra, minden rendezvényen, mind most is részt veszünk, és így működünk. Kolbásszal készültünk, házi biztonságokkal, füstöltárúval, és horvát vendégünk egy lovácski guláskéslit, ami egy vadászgulyásnak lehet lefordítani. Van egy kislány, aki beöltözött a népviseletbe, a mi környékünk a mohácsi sokasz népviseletet használja, és akkor beöltöztek az egy kislány, és ketten szederkényből, mert mi szederkényi horvát önkormányzattal vagyunk mi most itt közösen. Ez egy sokács népviselet, versendíp, és az én dédimamám csinálta még kb. 35 évvel ezelőtt nekem, amikor a gimnáziumban, a táncsoportban táncoltam. A nagylányom, aki a horvát gimnáziumban végzett, és jelenleg horvát szakos hallgató az egyetemen, ő szokta, hogyha megyünk bármilyen rendezvényre, horvát rendezvényre, akkor ő viseli ezt a népviseletet, illetve ha táncsoportban táncolunk, akkor van horvát táncunk, akkor ezt én viselem. Drávasztáráról is népes csapat érkezett, akik a helyi ételspecialitásokon kívül szintén bemutatták sajátos népviseletüket. Számukra szomorú aktualitása is volt a rendezvénynek. Készültünk pörköltel is, ugye az itteni vaddisznóból, és saslikot édes burgonya fürével, és hozzá háromfajta csatnival, hogy még különlegesebb legyen. Népviseletet is húztuk, a drávasztárai népviselet, amiben látható a tambora zenekar, és akit hoztunk, a Biszeri Dráve, ők is drávasztáraiak, és hát rajtam igazából látszik minden a hagyományos kendőtől kezdve, és mellé. Édesapámnak az emlékére, Matori Sándor, drávasztárai polgármester, sajnos évvégén történt egy tragédia, és már nem lett velünk, és ő miatta is jöttünk, és próbálunk az étterem és drávasztára hírnevét vinni tovább. A horvát nap koncertekkel zárult. Sányom, pöve, dossz, sásenom.